A Sugárúti Fesztivál minden bizonnyal jó ideig beszédtéma lesz a városban, hiszen olyan mértékben léptünk ki a megszokott komfortzónánkból, illetve mentünk vissza évtizedeket az időben, amit valószínűleg emészgetnünk kell. Aki végig sétált a Sugárúton, bizonyosan belebotlott valami különlegesbe, ami neki valamiért többet jelentett annó, és persze most is. Mindegyik programnál megálltam, sokszor mentem körbe karikára, mert mindig valami újat találtam, és mindet végigfotóztam, de ami nagyon-nagyon a szívem csücske, az a tánc, és a violiniskolások itt is táncra perdítették a járókelőket. És ez azért is különleges számomra, mert egy pár nappal ezelőtt a gálájukon is részt vehettem. Tehát ahogy megláttam, hogy ők táncolnak, mert megismertem azokat a zenei felvételeket, akkor rögtön oda mentem. A városnéző múlt idézés legszembetűnőbb szereplői a régi veterán autók voltak. Mondjuk már a felvonulást is olyan tűzpiros Csepel teherautó vezette fel, ami korából kifolyólag teljesen eltűnt már az utakról. Gyönyörű volt, különleges motorhanggal, igazi csemege. Bár a csemegéből nem volt hiány. Forbauer József egy 1969-es Chevrolet El Camino-val érkezett. Ha számolunk, ez azt jelenti, hogy 54 éves, mármint az autó. Ez az a bizonyos retro amerikai álom. A kasznia az eredeti, minden más teljesen át van építve. Tehát a háromsebességes korhű váltó, kormányváltó helyett négysebességes váltó van alatta, a motor teljesen fel lett újítva, tehát az utolsó csavarig, aztán modern futómű van alatta, gázrugós bilsengátrókkal, a fékek az is modern fékek vannak alatta, fék szervóval. Az amerikai állam után pedig a kelet-európai. Tudják, hogy mi volt anno a Honecker Merci? Egy Warburg. Mondjuk nem akármilyen, egy 1965-ös 312-es Warburg. Egyébként ezres motor van benne, két ütemű motor természetesen szabadon futós megoldása, és gyakorlatilag, hogyha megkapja a megfelelő karbantartást, akkor örök élet, mint ahogy az látható is, hogy... És a retro érzést lehet még fokozni? A válaszunk egyértelműen igen. Bacsa Péter úttörő egyenruhában, úttörő tagsági könyvvel egy 1979-es Ladával érkezett. Többek között egy Ladával, és persze benne a bólogató kutyával, a fém első segélyládával. Sokan szeretjük a régi dolgokat, de Bacsa Péter. Megkeresek telefonon, hogy nekünk van egy Trabantunk, hogy avval eljönnénk-e ide. Hát mondom, mi a témája ennek a találkozónak, és mondták, hogy így a 60-as, 70-es évekig bezárólag. Hát mondom, akkor elnézést, de nem a Trabanttal jönnénk, mert van ez a Ladánk, ami 79-es évjárat, illetve van a 123-as Mercedes, az 77-es évjárat, mert akkor avval a kettővel kijönnénk, és hát ugye még majd nem tudom, hogy fölveszitek-e vagy nem, a gyűjteményünknek egy nagyon-nagyon kis töredéke. Nem volt nehéz dolgunk, amit mondtál, hogy fölkészülni, mert imádjuk a retro cuccokat. Mondjuk mi is imádjuk a retro cuccokat, olyannyira, hogy a holnapi híradónkban folytatjuk a visszatekintést a múltba, azaz a második Sugárúti Fesztivál gyöngyszemeiből csemegézünk újra.